Szolgálati otthon lakóinak és a Bánki Dunát szakképzési intézet diákjainak közös zenélése színesítette a 10. immáron jubileuminak számító kapcsolda elnevezésű délutánt, melynek megálmodója az iskola egykori diákja volt, aki egy újságban hallott erről a kezdeményezésről. Amikor elkezdtük, akkor ugye még nagyon újdonság volt, és igazából úgy kicsit félve vágtunk bele, de bíztunk benne, hogy ebből hagyomány lesz, és hát én elsősorban szerintem Vada Zsuzsanna tanárnőnek, és hát az iskolának köszönhető, hogy ez ebből hagyomány lett, és még mindig él, mert pont azt számolgattam idefele jövet, hogy mi szerintem 4 kapcsolódát csináltunk meg, és ez most már a 10. év, tehát már több zajlott le nélkülünk, mint velünk, úgyhogy igazából ez már messze túlmutat az akkori osztályon, és igen, így nagyon hálás szívvel gondolunk vissza az iskolára és a tanárnőre is. És a tanárnő valóban azóta is évről évre lelkesen viszi tovább a programot, és igyekszik minél több diákot bevonni a nem mindennapi kezdeményezésbe. Beszélgetünk róla előtte, általában én szoktam nekik egy ilyen kis rövid tájékoztatót tartani, nem csak a programpontjainkról, hanem hogy ezt az egészet hogyan kezeljék. Be szoktam menni az osztályokhoz, és beszélgetünk egy kicsit róla. Jól kezelik a gyerekek egyébként, hál' Isten nagyon rugalmasak a mi diákjaink is, illetve hát nagyon szeretik a vendégeket. A vendégek meg visszatérő vendégek, úgyhogy nagyon szívesen jönnek hozzánk, és újra találkozunk. Még a legelső kapcsolódáról is vannak itt ismerőseink, úgyhogy nagyon élvezzük a közös programot, a közös együttlétet. És ez úgy tűnik hagyománnyá válik, hiszen a programmal nem titkolt pedagógiai célja van az intézmény vezetésének. Én szeretem ezt a szót, hogy érzékenyítés, tehát érzékenyé váljanak az embertársainkkal, úgyhogy itt főleg inkább ezen van a hangsúly, hogy megismerjék azt, hogy milyen egymás fogyatékkal élő, vagy bármilyen egyéb hátránnyal élő embernek az élete, és megtanulják azt a mi gyerekeink, hogy nem csak egészséges gyerekek vannak, akikkel lehet játszani, hanem bizony bármilyen hátránnyal induló az életben, bármilyen hátránnyal élő gyerekekkel is nagyon jól együtt tudnak játszani, és ez nagyon jó példa ez a kapcsolat. És ezt a szemléletet a bánkis diákoknak sikerült is elsajátítani. Mondták, hogy lesz az, és akkor én megmondtam, hogy akkor én eljövök, mert engem ez nagyon érdekel, meg én igazából úgymond szeretem őket, mert semmivel nem másabbak, mint mi. Max kinézetre, azt kész. Szerintem fontos, hogy ők is részesei legyenek a nagy közösségnek, amiben hát a legtöbb ember benne van, és őket is ebbe bele kell venni, és hogy ne érezzék úgy teljesen, hogy ők különbözők, és hogy egyenrangúként kezeljük őket. A rendezvényre a legkülönfélebb korosztályból érkeztek a jószolgálati otthon lakói, akik évről évre nagy örömmel jönnek el a kapcsolda délutára.